Következő előadásunk a Little Fight. Shonen módra youtuberekkel főszerezve. Az előadóink nem mások, mint Animológia Sati! Aztán Anime Fan Mód Viga! És a végén, de nem utolsó sorban, Tenshi! Na, az egy több elkesedése. Na, fogadjátok őket sok-sok szeretettel. Biztos érdekes előadás lesz. Köszönjük! Kicsit rendezkedünk. Lássátok a diát. Majd olyan Bridget Jones-osban nyomjuk. Na, ez az. Na, sziasztok mindenki, én Saci vagyok, Vida és Tenshi sorban. A mai előadásunk pedig a youtuberek Shonen módban címet viseli, és a Shonen animikről fogunk kicsit beszélni, csemegézni párból, és néhány érdekességet elmondani róluk. És akkor kezdjük is. De elsősorban mindenki, aki kint van az előtérben, jöjjön be, mert egy nagyon jó előadás várja őket. Így van. Gyertek, ne szégyellősködjetek, üljetek be, ha még van hely, találtok még párat talán. Ingyen rántott hús mindenkinek. Nem? Oké. Okay. Jó. Akkor nézzük, hogy mi is ez a shonen pontosabban. Ugye ez... Hoppá! Kicsit túlmentünk. Szóval. Ugye a shonen animék lesznek a fő téma, de hát mi is ez a shonen? Ugye ez egy anime műfaj, ami többségében, hát régebben főleg tinédzser fiúknak szólt, ma már ugye nők is szerepelnek bennük, mint főszereplő, tehát ők is szerepet kaptak. De ti, Viga, Tenshi, miért szeretitek a shonent annyira? Mert ugye azért jobban szeretitek ezt, mint például én, többet is ismertek. Miért szeretitek? Én elsősorban azért, mert régen az Animaxen főként shonen animéket vetítettek, amikor én belecsöppentem ebbe a világba, és hát természetesen megtetszett, mert nagyon sok shonent láttam. Illetve én 4 évig kempóztam, ami egy japán küzdősport, és én is úgy éreztem akkor, hogy egy shonen anime karakter vagyok, én is úgy küzdök, mint ők, és úgy nyerek, mint ők, úgyhogy ezért szippantott magával a shonenek világa. Magadnak érezted akkor teljesen? Hát, miért szeretem a shonen animéket? Kezdjük ott az egészen, hogy fiú vagyok. Azt hittem, hogy megszülettem. Lehet, hogy látszik, lehet, hogy nem. És hát a fiúk szeretik azt, hogyha két izmos, izzadt férfi üti egymást. Azt hittem, más mondat. Kicsit furán jött le, de most komolyan. A nők is szeretik az izmos, izzadt férfiakat. Na, hát akkor mindenki igen, szereti igen. A shonent. Most akkor... Nem kell sokat mondjak. Ki nem szereti, hogyha egy főhős hirtelen erősebb lesz, megváltozik a haja színe, vagy akármilyen más dolog történik vele, és mindenkit megver. Igen, a motiváció szerintem az elsődleges az, hogy az ő szerepükbe tudjuk magunkat képzelni, és mi is egy erős, törtető, céltudatos embernek érezhetjük magunkat. És mitől jó szerintetek egy shonen? Hát elsősorban szerintem fontos a grafikája, hogy szépen legyen megrajzolva, mert sajnos én úgy vagyok, hogy egy anime csúnyán van megrajzolva, akkor hajlamos vagyok arra, hogy dobom azt az animét, valamint, hogy a története is jó legyen. Jó, próbálok túlesni rajta, de ez van. Valamint a története is jó legyen. Nem lehet elkerülni sajnos, hogy tele legyen klisékkel, de ha jó és egyedi a története, látványos, azonosulni tudok a főhős motivációjával, akkor engem megvett az anime. És az egyébként, hogy elsődlegesen, ugye, mint mondtam, 10 éves fiúk a célcsoport, így mennyire érzed mégis magadénak a shonen műfaj? A shonen elnői esedett, úgyhogy bárki nézheti, ugye? Én is. Hát most... Ez így van egyébként manapság, már a nők is elég nagy célcsoportja a shonen animéknek. Ugye belőlük is elég nagy bevétel származik, ahogy ugye eleinte a fiúkból. Te is mit akartál mondani? Nem csodálom, mondjuk elég jó csávok vannak a shonen animék. Mondjuk ott van Saitama a gyönyörű csillogó fejével. Igen, gyönyörűs hajkoronája lehetett volna. Pontosan. Szóval, hogyha lány lennék, én is nézném, de csak a One Punch Man.
De csak azért. Csak az. Szájtam a kedvenced. Igen, pontosan, nem utálom is. Igen, egyébként sajnos én is így beleütközöm abba sokszor, amiben Viga, hogy a kinézet alapján ítélek meg egy animét. Régebben egyébként nagyon sokszor úgy választottam animét magamnak, hogy megnéztem a borítóját, megnéztem a trailerét, és hogyha ez így látványra összeállt, akkor az úgy patent volt, és akkor belekezdtem, bár egyébként sajnos ugye a sztori nem mindig támaszza alá, hogy attól, hogy jól néz ki, még nem biztos, hogy a történet maga jó lesz. És Tönsi, te miért szereted azon kívül, hogy izmos csávók vannak benne? Téged is így... Hát, lehet, hogy ezért meg fogtok utálni, de én azért szeretek egy jó shonen animét, mert a hősöknek, meg a gonoszoknak is sok erő szintlépésük van. Szeretem, hogyha egy főhősnek van egy menükardja, és 10 epizódonként van egy új erője, amitől sokkal erősebb lesz. Én ezért szeretem a shonen animéket. Uh-huh. Szóval így nagyjából ennyi. Mondjuk fontos, hogy jó legyen a rajz, és... jó legyen a történet, jól fel legyen építve, de nekem ez a legfontosabb. És ma is egyébként a leginkább shonen animéket néztek? Én igen. Hát szoktam seinent is nézni. Shoujo-t? Shoujo-t is szoktam, és néha Josei-t, bár az mostanában nagyon ritkán van. De én nem zárkózok el semmit, jó mondjuk három. meg a hentai ilyenek, meg a Yuri. Nem. Yuri meg Yaoi, az nem, azon kívül bármi. Kis ecsi. Én nem nézek hentait. Igen, ez látszik rajta. Jó, hát megtudtuk nagyjából, hogy miért szeretjük, ugye, mitől jó. Ugye a motiváció mindenképp, a karakterek, a történet, mind. És ugye ezek a shonenek általában azért elég hosszúak, tehát ugye azt is nézzük, hogy azért a keletje is megvan ezeknek, tehát nem véletlenül olyan hosszúak, mert tényleg az egyik legnépszerűbb anime műfajról beszélhetünk a shonen kapcsán. Viszont egyébként Magyarországon volt egy felvétel, ott viszont a fantasy, ami kijött így legkedveltebb műfajnak, érdekes módon. De shonen. Fantasy shonen. Igen. Lehet, hogy azzal keverték is, a shonenre gondoltak. De nézzük, hogy most már megtudtuk, mi az a shonen, hogy mitől jó, viszont mitől lesz rossz a shonen. A shonen rossz? Hát vannak árny oldalai is. És ezek nem mások, mint a klisék. Ugye azok a dolgok, amik semmivel sem mozdítják elő a történetet, viszont benne vannak. Kellenek, és ezek sajnos ezért, hát úgy körülbelül minden shonenben megtalálható elég sok ilyen klisé, amit ugye leszületünk ti is, hogyha láttatok már shonen animéket, akár 2-3-at is elég megnézni ahhoz, hogy le tudjátok szűrni, hogy mik azok, amik körülbelül mindegyikbe szerepelnek. Ilyen például az, hogy a főhősök általában mindig ilyen gyerekek, nem is véletlen szerintem, mert ugye, hogyha a tinédzser fiúk a fő célcsoport, meg egyébként mai napig is szerintem, tehát attól, hogy elnői esedett a shonen, még mindig inkább férfi főhős karakterek vannak, és azok általában ilyen 10 évesek. Nem? Hát igen. Ti is így látjátok, nem? A másik ilyen klisé... A párbeszédek, igen. A felesleges párbeszédek, igen. Tehát... Hát igen. Megvan, mikor kezdődik egy jónak tűnő harc, aztán mind a két ellenfél elkezdi sorolni, hogy ő miket él, tehát milyen a motivációi vannak, és 12 epizóddal később meg is tudjuk, hogy vajon ki fog győzni. Igen. És ez... például Dragon Ball. Igen, azt akartam én is mondani. Ahol egy harc 50 epizódon keresztül tart. Megéri várni mindenképpen. Itt azért megvédem a Dragon Ball-t. Megéri várni 3 hónapot azért, hogy egy Kamehameha elsüljön. Én azt mondom. Azért mindenki látni akarja. Ez így van. De azért kicsit unalmasak is néha. Tehát, hogy miért nem kezdenek már bele abba a dologba? Mert nagyon hamar vége lenne annak a részletnek az animének, és akkor így valamivel ki kell tölteni, kell a filler, hogy ne legyen már olyan vége. Ne tudjuk már olyan hamar, hogy Naruto megveri Orochimarut, ezért várni kell egy hónap. Spoiler. Ja, bocsi. De azért ott vannak ugye a 12 részes shonenek, ami meg úgy össze vannak csapva, és hát belegondolunk, Dragon Ball harc 50 epizód, egy One Punch Man, meg az egész 12. Ugye? Hát ott letudták gyorsan.
Jó, de egyébként kellenek is azért ezek a párbeszédek valamilyen módon, hogy megismerhessük a szereplőket, és tudjuk a belső motivációjukat a gonoszoknak, hogy miért gonoszok, a jóknak, hogy miért jók, miért csinálják, amit csinálnak, és hogy egyáltalán miért utálják egymást annyira, és miért akarják kinyírni egymást, aminek sokszor tökre nincs értelme. Főleg ugye ez a másik klisé, hogy ugye a főszereplők sokszor halhatatlanok, hogy sose halnak meg ezekbe a támadásokba, tehát hogy mindig életre halálra küzdenek, de valahogy sose. De még a főgonosz sem mindig, tehát hogy ez is ilyen klisés. Mondjuk a Dragon Ballban Son Goku meghalt 3-szor. Spoiler. Aztán még mindig itt van, hál' Istennek, szóval ez erre nem megy izé. Igen. Meg a másik, ami szerintem tökre idegesítő, amikor bekiabálják a támadás nevét. Tehát, hogy próbálnád meglepni az ellenfeledet, tehát ugye ez lenne a logikus egy harcban, hogy meglepd az ellenfeledet, hogy simán ki tud nyírni, de nem, ők kiabálnak meg mindenféle dolgokat. Hát ha épp a magyar szinkron nem rontja el. Jó, a magyar szinkron az nem, jó? De például most már rátámadok kék sárkány lövéssel, te nem tudod, hogy mi lesz? Hát nem, de van időm ellépni, vagy arrébb menni, vagy elugrani. Olyan vagy hatalmas, hogy nem bírt ellépni. Aha. De hát én szupererőm van, akkor átugrok, hogy odáig már nem ér el. Jó, hát lehet, hogy az én tudatmódosító, hogy mit te erő. Hipnózis. Igen. Nézzük, mink van még. Igen, ez a mester-tanítvány kapcsolat is sokszor megjelenik a shonen animékben. Ezt is úgymond már klisésnek lehet nevezni. Itt például ugye Dragon Ball, a kedvenc, teljesi kedvenc animéje, ott is van egy mester. Az még tipikusan, manapság már annyira nem szembetűnő ez a mester-tanítvány kapcsolat szerintem. Még előfordul, de inkább a régebbi a névékben, igen. Inkább itt van egy mellékszereplő, aki nagyon okosakat mond, és ezzel motiválja a főszereplőt. Inkább ez az, ami manapság jobban megfigyelhető, ugye a shonenekben. Igen, igen. Nézzük. És hát még van bőven, egyébként azokon kívül, amiket mi elhoztunk nektek, azokon kívül is rengeteg shonen van még, tényleg végtelen a tárháza a shonen kliséknek. Ugye, hogyha van mester, kell egy barát is, aki mindig ott van, mindig van egy barát, ez is teljesen tipikus szerintem shonen szempontból. Aki egyben az ellentéte a főszereplőnek, igen. Általában ő a nyugodt és az okosabb. Vagy a bénább. Nem? Nem. Na, a főhős a bénám elején. Igen. Ez is változik különben. De ugyanúgy ott van a szerelem is, ami megjelenik. Az a kép, az nem tudom, hogy került oda egyébként. Az nem a szerelmet. Az látens szerelem. Az... Viszontzatlan. Az is. Hogyha valaki szereti a jóit, azt tegye fel a kezét. Oké, az egy. Na, talán ne szígyellősködjetek. Tudjuk, hogy szeretitek. Tudtam én, hogy lesznek itt ilyenek. Ez a kép csak nektek szól. Itt a fiúk is nagyon mosolyognak. Szerintem ők is azért kaphatóak rá. Jól közelültek egymáshoz, értem én. Még jobb. Egy kis Eromanga sensei. Yeah, testvér szerelem. Oké. Nos, igen. Szeretnél valamit mondani, Tenshi? Hát... Neked is van egy fiú testvéred? Van. Nem alszunk együtt, ezt mindenki előtt kimondom. De erről inkább nem nyilatkozom, hogy mit szoktunk csinálni. Hogyha nem baj. Nem baj, szerintem. Meg tudjuk neki bocsátani. Na nézzük, milyen külsével örvendeztetnek még minket. Például az ellenség, ugye, amit már előbb is mondtam, hogy van egy ellenség, mindig van egy ellenség. Mindig kell, akár több is. Attól függően persze, hogy milyen hosszú egy shonen anime. Bár mondjuk a 12 részes One Punch Man-ben körülbelül minden részben van egy ellenség. Egy főgonosz, aki küzd a főhősünkkel, és aki ugye sose öli meg őt, de elvileg ugye mindig erősebb. Általában azt gondolják, hogy a főgonosz mindig erősebb, mint a főszereplő, aztán mindig kiderül, hogy nem az. Szóval ebből adódnak még ilyen fincsik is érdekességes jelenetek szerintem. Jó, hát mert mindig ugye az győz, akinek a gondolatai, az eszméi a helyesek, ugyebár a gonosz, akármilyen erős lehet, ha téves az, amit ő gondol, akkor persze, hogy veszít.
Igen, de ez is olyan klisé szerintem, olyan elcsépelt, hogy mindig a jónak kell győznie. Írjál jobbat. Írjál. Jó, oké. Megyek is. Rohanok. Tényleg, de tényleg. Ez a tipikus, és ez a klisé, és ez azért szerintem egy kicsit vissza is veti azt, hogy a főhősnek szurkoljunk, mert úgyis tudjuk, hogy nem hal meg. Nem? Tehát, hát azért vannak Re:Zero. Például. Ott minden részben meghalt. Jó. Son Goku. A kivétel erősíti a szabály. De igen, de ez egy kicsit, hogy nem izgulsz. Izgulsz is érte, de nem annyira, mert úgyis tudod, hogy ő a főszereplő, úgyse fog meghalni. Jó, hát benne van, de hát azt nem tudjuk viszont, hogy mikor fog győzni, és hogy hogyan. Igen, igen, ez hozza az egyik ilyen izgalmat így az animében és a történetben, hogy tényleg azt, hogy nem tudjuk meg, hogyan éri el. És ugye azt is tudjuk, hogy mindig van jó és rossz, illetve az is egy érdekesség így, hogy az ábrázolásban is, hogy többségével a jók, azok valamennyivel szebben néznek ki, mint a gonoszok, így ábrázolásban is próbálják ezt így megmutatni, hogy mik a különbségek, tehát ki a jó, ki a rossz, tehát így, hogyha nem is beszélnek, meg nem mondanak semmit, csak látjuk őket, már abból is totál leszűrhető, hogy ki a jó, ki a rossz, és egyébként érdekesség, hogy elvileg az animéknek a karakterek szeme is úgy van kialakítva, hogy aki a jobb, ő neki kicsit ilyen kerekebb szeme van, nem mindenhol, de többségével úgy ábrázolják, hogy nagyobb, és a gonoszaknak még inkább ez a szűkebb, cicásabb szeme. Igen. Szeretnétek még valamit hozzáfűzni ezekhez a klisékhez? Tudtok még valamit mondani? Mert mondtam, van még egy csomó. Visszatérve ez a főgonosz legyőzéséhez, hogyha eljutunk oda a csúcsponthoz, hogy a jó és a gonosz összecsapjon, akkor történnek meg általában ezek a párbeszédek, hogy kiütik a jó fiút, és akkor elájul, és akkor rágondol arra, hogy úristen, anyukám vár otthon, és nekem most fel kell kelljek, és meg kell verjem a rossz fiút, és akkor így hirtelen feltör benne egy hatalmas energia, és akkor úgy győzi le a gonosz embert, és szerintem erre nagyon fontosak ezek a párbeszédek. Igen, fontosak, meg hát itt tudhatjuk meg, itt lesznek szerethetőek a karakterek is szerintem, hogy amiket elmondanak, azzal egy kicsit közelebb érezhetjük magunkat hozzájuk, kicsit többet megtudhatunk róluk, kicsit jobban beleképzelhetjük a helyzetébe magunkat, és ezzel egy szerethetőbb karakterek lesznek, és többet megtudhatunk. Akár a főgonoszt is szerethetőbb köntösbe láthatjuk. Hát igen, nem hiába lesznek gonoszak. Valami kell történni, de aztán olyan is megtörtént már egy csomó shonenben, hogy a rossz fiú átállt a jó oldalra. Uh-huh. Ezt mondjuk a Dragon Ballban, mondjuk a Narutóban is láthatjuk. És szerintem ez tök szép, hogy együtt állhatnak egymás oldalán. Ez nagyon aranyos, szerintem. Igen, nagyon aranyos. Az izmos férfia. Vika, neked eszedbe jut még valami így, amit tipikusan látsz shonen animékben? Hát most mondhatnám, hogy a fő karakter ugye mindig nagy zabás. Igen, többségében. Elmegy és mindent felfal, amit lát. Illetve, hogy az elején ugye még nagyon gyenge, nagyon béna, aztán hogy nem, hirtelen erős lesz, kiderül, hogy ő a kiválasztott. Már mondjuk ez mostanában szerintem eltűnőben van. És már csak úgy vannak. Igen. Te vagy a hős, ez kész, pont, ennyi. Igen, igen. De egyébként még rengeteg mindent lehetne tényleg mondani, illetve az orvézéstől kezdve a rálsek a hölgyelemításaira. Mindenki lehet szuperhős. Mindenki csinálja meg minden nap 100 felülést, 100 fekvőtámaszt, és te is lehetsz One Punch Man. Én szeretem a hajamat. Akkor nem kell levág. Te leszel a Two Punch Man. Two Punch Man. Na is nézzük. Igen, hoztunk nektek néhány shonen animét, amiről kicsit többet fogunk beszélni. Vannak köztük régebbiek, újabbak. Szerintem nagyrészt ti is fogjátok ismerni őket. Az első ilyen a legklasszikusabb, amit szerintem körülbelül mindenki ismer. Ha nem is látod, de hallott már róla, ezen nőttünk fel. És ez a Dragon Ball. Akkor kezdjem. Mit tudsz róla mondani, Tenshi, ez elvileg a te kedvenc animéd. Na, szóval a Dragon Ballnak 4 évada van. Van a sima Dragon Ball, van a Z, a GT és a Super. Emellett van egy jó pár ovája.
amiben mondjuk a sima Dragon Ballban azt láthatjuk, amikor a főhősünk Son Goku még kisgyerek, és találkozik a másik főszereplőnkkel, aki még a Dragon Ballban az első számú főszereplőnk, még Bulma, akivel együtt keresik meg a sárkánygömböket, hogy kívánjanak, aztán jönnek még a mellékszereplők. Ugye a sima Dragon Ballban még Vegitát, aki a főszereplőnknek a legjobb barátja és a riválisa, még nem láthatjuk, aki az ének az elején látható. És azt kell mondjam, hogy a sima Dragon Ball nagyon-nagyon elmaradt szerintem mondjuk az étől és a többitől, mivel Vegeta egy olyan nagyon fontos karakter, aki előre tolja, motiválja a főhősünket, és így együtt egymás motiválva, előre tolva győzik le a főellenségeket, akkor is, hogyha nem ők győzik le sokszor őket. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog, bár van a GT, ami nagyon-nagyon-nagyon eltér mondjuk a Supertől és a többi háromtól, és kettőtől, de azt kell mondjam, hogy az nagyon-nagyon jó volt az is, nem tudom, hogy ki ért ezzel egyet. Senki. És én ennyit mondanék a Dragon Ballról. Nézzétek meg, nem fogtok benne csalódni, sok része van, de szerintem bőven megéri, főleg nektek ott kettőtöknek. Jaoi mellett egy kis. Az nincsen benne, de most... De egyébként te nézed az elejétől a Dragon Ball még kiskorod óta, ez a legmeghatározó első anime volt? Nem tudom pontosan, talán a Pokémon volt, esküszöm, nem emlékszek, ugye az RTL-en régen ment, és mai napig nézem, minden vasárnap várom, úgy kelek fel, mint egy 7 éves kisgyerek, de hogyha nem nézem meg a legújabb részt, akkor a bátyám átjön, és akkor szétver, hogy miért nem nézte meg a legutóbbi részt, meg jó, megnézem, és sohasem csalódok benne. De akkor még ma is fut egyébként? Fut, talán még van hátra, nem tudom, 6 rész, abban marad március környékén, hogyha jól tudom, valahogy így, lesz egy nagy szünet, és évvégén kidobnak egy filmet, és ha minden igaz, akkor a szuper folytatódni fog. De még mindig Son Goku a főszereplőnk, vagy neki volt egy fia is, nem? Son Gokunak van két fia. Van Son Gohan. Bocsánat, én szélelmonos voltam azért. Annyira nem vágom, csak úgy az alap dolgokat, így Dragon Ball szinten. Igen, Son Goku a főszereplő, van két fia. Son Gohan, aki nem tudom, olyan 20 és 30 között van valahol. És van Son Goten, aki 8 éves lehet, és ők is nagyon-nagyon erősek. Már úgy érzem, hogy a Dragon Ball Superben Son Gohant nagyon-nagyon háttérbe tették az Z után, mivel az Z-ben az egyik főgonoszt ő győzte, és akkor mindenki nagyon szerette. Aztán, ahogy ment az idő, elgyengült, és ezért nagyon-nagyon haragszanak a Dragon Ball alkotójára, hogy miért hagyták Son Gohant ennyire elgyengülni. Amivel egyetértek, mert egy nagyon jó karakter volt az Z-ben. Szóval mindenképp nézzétek meg, akár csak a következő animét, amit hoztunk nektek, még hozzá Viga kedvencét, a Fairy Tale-t. Ki látta a Fairy Tale-t? Kezeket fel. Na, helyes. Anna. Ki várja a harmadik évadot? Helyes. Na, mint láthatjátok, ez egy nagy klasszikus, szerintem ez ilyen harmadik generációs shonen animének mondható, hiszen a Dragon Ball ugye inspirálta a One Piece készítőjét, Eiichiro Odát, és akkor a One Piece meg inspirálta a Fairy Tale készítőjét, Mashima Hirót. Tehát egy igazi klasszikussal állunk szembe. A történet ugye egy mágusokkal teli világban játszódik, ahol a mágusok különböző céhekbe tömörülnek, és mindenféle küldetést vállalnak el. Az anime ugye ilyen történetívekre bontható, hiszen minden történetívben elmennek egy küldetésre, új emberekkel ismerkednek meg, és ugye hallja elő a történet. Viszont főszereplőnk Natsu, aki egy sárkányölő mágus, akit egy sárkány nevelt fel, sajnos elvesztette az apját, és keresi őt, ugye erről szól főleg. És hát, mit lehetne még mondani? Nagyon egyébként érdemes elkezdeni, mert nagyon jó a poénokkal van tele az egész anime. Érződik rajta, hogy férfi csinálja, hiszen nagyon sok olyan poén van benne, ami inkább a fiúknak szól. Hát tele van ecsivel. Igen, amikor még egy pici cérnaszál tartja azt a melltartót, és ott marad. És ez, jó, hát engem annyira nem érdekel. Meg tudom érteni, igen. Hát de jó, hát mint mondtuk elsődlegesen a férfiak. Jó, de vannak benne izmos férfiak, meg kevésbé vonzó férfiak is mondjuk.
De nagyon jó harcok vannak benne, nagyon epikeül meg van rajzolva, mind a manga, mind az anime, úgyhogy érdemes elkezdeni. Nagyon jó karakterek vannak benne, és nem csak férfi karakterek vannak benne, a női karakterek is főszerephez jutottak, úgyhogy bárkinek tudom ajánlani, hogy kezdj el, nem is hosszú, 290 részes kb. Nem. Nem, jó. Nem olyan hosszú. Nyugodtan. Pár hónap alatt meg is tudjátok nézni. Hát gyorsan, még jön a harmadik évad. Gyorsan. Mikor jön a nyári szezonba? Azt még nem tudni. Még nem tudni. Csak idén, valamikor. Idén egyébként sok epik anime kap új évadot. Shonenek visszatérnek. És egyébként nekem nagyon érdekelne, hogy itt a főszereplőnek mi a fő motivációja, mit szeretne elérni? Hát a fő motivációja az, hogy megtalálja a sárkány nevelő apját, valamint az, hogy összetartsa a céhet, mert ugye nagyon erősen előjön belő az animéből, hogy a család erejével bármit le lehet győzni, bármire képesek, ha együtt vannak, és ez motiválja, hogy nehogy baj essen senkinek a céből, a családból. És ugye mindenkinek ez a motivációja benne. Végén már kicsit unalmas, hogy megint bekiabálják, hogy a család erejével fogunk győzni. De hát, jó. Igen, a család. Tensi, te láttad ezt az animét? Mi volt a kérdés? Semmi. Hát, nem hallottatok semmit. Jó, szóval mindenképpen nézzétek meg ezt is. Szintén tényleg egy elég klasszikus shonen animéről van szó, úgyhogy ha belevágnátok a shonen műfajba, akkor feltétlenül a Dragon Ball-t is, illetve Fairy Tail-t is tudjuk ajánlani, akár csak a következő animénket, ami nem más, mint a One Punch Man. Ugye ez egy 2015-ös anime, nemrég jött ki, látványvilágban is azért hozza a színvonalat, illetve hát ugye 2005-höz elvárható már, hogy azért jól nézzenek ki. Mondjuk Madhouse készítette, úgyhogy mindenféleképpen valami látványosat várhatunk tőle. Nem tudom, van olyan egyébként, aki látta a One Punch Man-t? Jó, helyes. Aki nem, az kezdje el mindenféleképpen. De előtte egyébként ajánlom, hogy nézzetek meg egy átlagos, mármint hogy egy, egy sima, normál shonent, mert a One Punch Man az totál ellentéte a normál shoneneknek. Ugye itt írtam is, hogy a lázadó, ugyanis ez tényleg, amilyen kliséket mi felsoroltunk előbb, az ott mindet kifigurázza, tehát a teljes shonent, így a humor tárgyává avanzsálja. Szóval egyszerűen hihetetlen, lényegében egyébként a történet Saitamáról szól, akinek az volt mindig is a vágya, hogy szuperhős lehessen, hősködhessen, egyébként egy tök átlagos ember, aki ugye állásinterjúkra járt, és akkor egyszer csak megunta és úgy döntött, hogy akkor most ő hőssé lesz, és ez ugye mindenki azt hitte, hogy valami különleges úton, módon jutott, ugye, hogy általában várjuk a shonen főszereplőktől, hogy valami, mit tudom, beleesett ilyen radioaktív anyagba, vagy megszállta a jólélek, vagy bármi, szóval várunk valami különlegeset, de Saitamánál nem. Tehát, hogy ő totál tényleg a napi edzés, mennyit 100 felülés, 100 fekvő, 10 km futás, és ez minden nap, hóban, fagyban, esőben, télen, nyáron, amikor csak akarjátok, ennyi a titok az egésznek, hogy ő hőssé váljon. Szeretném valamit mondani, tessi? Nekem csak egy kérdésem van. A kopasz haja. Hova tűnt a haja? Hát ez úgy kihullott, az edzés miatt. Aki szereti a haját, az ne fusson, és ne erőltesse meg magát, mert kopaszok lesztek. Ezt komolyan mondom. Aha. Köszönjük. Szóval Saitama teljesen egy ellentéte az amúgy shonen főhősöknek. Egyébként maga a One Punch Man egy nagyon jó shonen anime, 12 részes. Most jön idén a második évada, tehát eléggé siker övezte már akkor is, mikor megjelent. Mindenki nagyon felhájpolta, és mégis érdemelte egyébként tényleg a hype-ot, mert rendkívül jó, nagyon-nagyon humoros. Minden shonen alap klisét megtaláltok benne, akár jó, akár rossz oldalról. Tehát ugye, hogy van Saitama, aki hős akar lenni, neki van egy tanítványa, tehát a mestertanítvány viszont is megkapjuk a tanítványa képében a Jusson, nem tudom a nevét, ott a szőke kiborg képében, mindig elfelejtem a nevét, tehát hogy
Neki a képében egyébként megkapjuk az igazi shonen főhős szerepét, hiszen ő ugye erős, megy, van motivációja, szomorú háttértörténete. Egyébként nagyon vicces, az az egyik kedvenc jelentem, amikor elpróbálja mondani azt, hogy ő neki mi a sztoria, de és akkor mondta Saitama, hogy jó, most elég, és ezt most 15 másodpercben, vagy két mondatban vagy volt. Tehát az üt tényleg. Úgyhogy minden, amit elképzeltek a shonenekről, ha még nem láttatok, vagy ha láttatok, ez totál az ellentéte lesz. Tényleg nagyon humoros, érdemes megnézni, mert ugye lényegében tényleg Saitama hősiességéről szól, és hogy ő hogy dolgozza fel ezt a hősi válásos dolgot, ugye teljesen nem egy tipikus módon, teljesen szembe megy mindennel, és erről a küzdelemről, a harcokról, minden részben van valaki, akivel összetűzésbe keveredik, mindig van rengetegféle főgonosz, akivel ugye megütközik mindenféle motivációval, akarják őt vagy a várost elpusztítani, tehát hogy sokrétű nagyon az anime, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom, ahogy a másik két animét is ajánljuk nektek megnézésre. Valamit szeretnétek még ezzel kapcsolatban elmondani? Korábban már beszéltünk egy-két dolgot. Úgyhogy ott van, ez egy paródia anime, nem? Igen, ez lényegében egy paródia anime. Hát azért teljesen szembe megy a normál shonen animékkel. Hát teljesen igen. Kis lázadó módjára. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a második évad mit tud még hozni, mert az első az nagyon ütött, úgyhogy azt mindenképpen nézzétek. Ütött, igen. Van Punch, ugye együttéses ember. Ugye ez is tök szomorú, hogy ugye nincsenek nála ilyen nagyon ilyen támadások, amiket bekiabál, csak ilyen van együttés, meg sorozatütés, meg egy nagy ütés, körülbelül ebben is ki is merül a tudománya. És tehát nem egy tipikus hős, de mégis hős. Tehát így a belső értékei miatt leginkább tényleg. Mondjuk elég szexi, most, hogy elnézem, hogy csillogott a feje. Most már nem csodálom, hogy miért nézed. Most már mindent ugye? Értek. Ugye? Ennyi. Hát izmos, ugye izzadt férfi. Ráadásul a barátja félig vasból van, hogyha elkezd izzadni, megcsapja az áram, és zárlatos lesz. Az többet nem kell fel. De ez nem baj, nem? Nem jó, úgyhogy nem fognak ölelkezni. Akkor jó. Ennyi? Ennyit szerettetek volna még hozzáfűzni? Szexi és kész. Ennyi. Ez a lényeg. Szexi, úgyhogy nézzétek meg. És akkor ennyi lett volna a mi kis shonen animés előadásunk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. Viga Istensi nevébe is, én Saci voltam. További jó szórakozást kívánunk nektek. Hálé.